Az adatfelvétel nyáron zajlott, majdnem 900 véletlenszerűen kiválasztott nagykorú Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkező alany megkérdezésével. A megkérdezettek nemek szerinti megoszlása majdnem egyenlő volt, de valamivel kevesebb férfi vett részt a felmérésben. Nagy részük magyar, és a válaszadók több mint fele vidéki lakos volt. A háztartások anyagi helyzetét vizsgálva, a kutatás arra az eredményre jutott, hogy a csíki térségben jobb a helyzet, mint Udvarhelyszéken és Gyergyóban, település típusonkénti bontásban pedig városon jobban élnek, mint falun. Így míg Csíkszéken 1735, Udvarhelyszéken 1504 lej a háztartások átlagos havi jövedelme. Legjobban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők keresnek, a legjobban megfizetett korosztály pedig a 18 és 34 év közötti. A havi kiadások 34%-a az élelmiszerekre megy, 18%-a lakás fenntartására és kommunikációra. Háztartásonként átlagban 143 lejt költenek italra és cigarettára, szórakozásra, kulturális tevékenységekre havi 101 lejt, míg a gyermekek szórakoztatására 96 lej jut. A kutatók mérték a megkérdezettek elégedettségét is az életszínvonalukkal kapcsolatban, eszerint a nők valamivel elégedettebbek a férfiaknál. A legtöbben gyermekük jövője és családjuk anyagi helyzete miatt szoronganak, ugyanakkor sokan aggódnak a Székelyföld, az erdélyi magyarság jövője, vagy az ország gazdasági helyzete miatt is. Ennek a megrendelője a Hargita megyei tanács, a lebonyolítója pedig a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, és a kutatás a család fői csoportosul, de azon belül igen szerteágazó témakörökre terjed ki. Például anyagi helyzetre, a megye problémáinak megítélésére, az intézményekhez való viszony megítélésére, a működő megyei tanácsi programok megítélésére, illetve például ilyen kérdésekre is, hogy mit gondolnak egy fiú és egy leánygyermeknek, mely életkorban a legoptimálisabb házasságot kötni, illetve gyermeket vállalni. A megyei tanácsnak vannak ilyen programjai, például családprogramja, szórványprogramja, és ezek során fogja ezeket hasznosítani, illetve a következő stratégiák készítésekor is támaszkodik ezekre az eredményekre. A kérdező biztosok feltették azt a kérdést is, hogy melyek a Hargita megyei emberek legégetőbb problémái. A kapott válaszok alapján a következő rangsor alakult ki: munkanélküliség, pénztelenség, továbbá az alacsony keresetek, a létbizonytalanság, kilátástalan jövő, lakáshelyzet megoldatlansága, az elvándorlás, illetve az egészségügy helyzete.